A költségvetés elfogadásakor az úgynevezett járdaépítési keretben 26 helyszínt jelöltek meg, ahol mindenképpen el kell, hogy kezdődjenek a felújítási munkák. Több helyszínen már be is fejeződtek, de még néhány szakaszon dolgoznak. Így például a Törteli úton a kórház és a vasúti átjáró közötti szakasza is megújul. Jól járhatóvá, biztonságossá válik ez a szakasz is. A forró aszfaltot tegnap a taligával hordták, majd terítették szét. Hamarosan a gyalogos forgalom számára megnyílik ez a terület is.